Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban megpróbálok egy kis segítséget adni ahhoz, hogy mit tudunk Balassi Bálint szerelmi költészetéről 9. osztályban. De persze mindenki másnak is hasznos lehet, aki érdeklődik Balassi, illetve a régi magyar irodalom iránt. Korábban készítettem hasonló összefoglaló videót a katonaénekről, illetve különböző Balassival kapcsolatos közkeletű legendák, tévedések vagy félreértések cáfolatáról is, megtalálod őket itt a csatornán. Balassi a közvetlen utókora szerint szerelmi, vitézi, illetve istenes énekeket írt. Az ének szó a korban azt jelentette, amit ma a vers. Hármas tematikus felosztás dacára maga a közvetlen utókor is elsősorban szerelmes énekek költőjeként tartotta őt számon, nyomtatásban viszont egészen a 19. század végéig, tudomásunk szerint, csak istenes versei, vitézi éneke, valamint szerelmi drámája a Szép Magyar Komédia jelent meg, illetve életében még vallásos prózája. Most először átnézzük Balassi szerelmi költészetének legfontosabb jellemzőit, kitérünk irodalmi mintáira, illetve költészetének bizonyos fajta előzményeire, megnézzük, hogy mit is jelentett az udvari szerelem ideológia, röviden elemezzük néhány versét, beszélünk az utókoráról, majd összefoglaljuk a lényeget. Ha érettségire készülsz, ne felejtsd el ezekkel a szempontokkal körülbástyázni az elemzésedet. Én a stílustörténeti korszakról, a reneszánszról itt nem szólok külön, de érettségén pár szót arról is kell ejteni. Na de térjünk is rá, hogy mondtam, Balassi szerelmi költészetének a jellemzőire. A legfontosabb, ha csak egy dolgot tudsz megjegyezni róla, akkor Balassié az első lírai verses kötet magyar nyelven. Az első szerzői lírai verses kötet magyar nyelven. Az, hogy mi volt ennek a verses kötetnek a kompozíciója pontosan, és hogyan kell ezt értelmezni, az az irodalomtudományban régóta a viták tárgya, de az biztos, hogy Balassi egy megszerkesztett kötetet hozott létre. Most három dolgot nézünk meg, ami fontos ezzel a szerelmi versgyűjteménnyel kapcsolatban. A stílusról, a szerelem ideológiáról és a költői öntudatról ejtek néhány szót. A stílusa ennek a verses kötetnek udvarló költészet, illetve ezek az udvarló versek különböző bókok köré kerített, szofisztikált történetek, tehát például arról van szó, majd látni fogjuk később, hogy a szeretett hölgy találkozik Kubidóval, tehát nem csak ilyen költői kép formájában van jelen Kubidó a szövegben, hanem mint egy ilyen húsvér szereplő a történetben. Aztán a szerelem ideológia, az udvari szerelem ideológia, ezt részletesebben is meg fogjuk nézni. És létezik a szövegben nagyon erősen, ahogy ugye már utaltam rá, egy reneszánsz antikizáló szerelem mitológia, tehát rengeteg antik mitológiai szereplővel találkozunk a szövegben. A költői öntudattal kapcsolatban el kell mondanunk, ugye, hogy ez egy megkomponált versgyűjtemény, hogy meg van komponálva, azt onnan is tudjuk, hogy például a verseknek sorszáma van. És létezett a verseknek ettől függetlenül egy gyakorlati célú felhasználása, ami Balassitól sem volt idegen, és ő maga is küldött például másoknak verseket, a saját verseit, azzal a célzattal, hogy az illetők ezzel jól fognak tudni udvarolni a
kegyesüknek, a kegyes az körülbelül a hölgy szinonimája volt a korban, tehát a szeretett nőnek. Verstani újításai közül a legfontosabb a balassi strófa természetesen, illetve az ő költészetében megy végbe az a változás, hogy az énekversből szövegvers válik. A kötet elején még nagyon fontos szerepe van például a nótajelzésnek, ez később el is marad. Viszont a verseknek a formája az egyre inkább balassi strófa lesz, nótajelzés nélkül. Nézzük meg akkor az irodalmi mintáit. Ezek közül a legfontosabbak a latin nyelven író petrarkista költők versei, ezekből nagyon sokat átdolgozott. Ma ez vagy plágiumnak, vagy műfordításnak számítana. Abban a korban azonban nem létezett még sem a szerzői jog, sem a plágium fogalma. Ez ugye majd a professzionális könyvkiadás széles körű elterjedésével alakul ki. Egyébként Balassi maga is panaszkodik arra, hogy egyesek az ő verseinek kontár módon való átkalapálgatásával udvarolnak. Visszatérve ehhez a latin nyelvű kötethez, ez 1582-ben jelent meg Párizsban, tehát Balassi életében, és ezekből a művekből, ahogy mondtam, nagyon sokat átdolgozott magyar nyelvre. A latin petrarkisták azok tulajdonképpen az ókori görög epigrammákat dolgozták fel petrarkista stílusban. Most abba, hogy mi a petrarkista stílus, nem megyünk bele. Ejtsünk néhány szót a további idegen nyelvű irodalmi mintáiról. Talán a latin szövegek után a második helyen a török nyelvű szövegek állnak, és más nyelvekből, németből, olaszból, lengyelből, és még sok más nyelvből is hát választott szövegeket feldolgozásra. Magyar nyelvű irodalmi mintáival kapcsolatban viszont, mivel túl kevés az adat, vagy egyes irodalomtörténészek szerint túl kevés maga a vers abból a korból, ezért hát nem igazán tudunk mit mondani, túl kevés adatunk van. Nézzük meg azt, hogy Balassi előtt milyen fajta szerzői verses köteteket találunk. Ugye az egyik jól ismert verses kötet a 16. századból Tinódi Sebestyénnek a krónikája, ez viszont epikus verseket, históriás énekeket tartalmaz, tehát nem lírai műveket. Pesti Gábornak az Ezópusza is fölfogható bizonyos értelemben verses kötetként, mert a prózai mesék után minden egyes esetben verses magyarázatokat találunk, viszont ezek ugye megint hát nem tekinthetők lírának, ezek a versbeszedett magyarázatok, tehát kijelenthetjük azt, hogy Balassi volt az első, aki magyar nyelven megkomponált szerzői, lírai verses kötetet hozott létre. Ezek közül ugyanis egyik sem lírai, és egyik sem szerelmi. Nézzük, hogy mi is az az udvari szerelem. Az udvari szerelem ideológia az tulajdonképpen egy olyan jól megfigyelhető jelenség a versekben például, ahol úgy, ahogyan a hívő az istenéhez beszél, és ahogy a hívő az istenéhez viszonyul, a vazallus is úgy viszonyul a hűbér urához, és ugyanígy a lovag, vagy hát ugye, ha versekről van szó, akkor költő a hölgyéhez.
Tehát egyfajta ilyen párhuzamosságot találunk a szövegekben. Nézzünk Balassinál néhány példát erre vonatkozóan, hogy mit is jelent ez. Angyale vagy ember? Ez bizony inkább tündér. Hirtelen, hogy látám, először alítám őtet lenni angyalnak, azért ő utába, így szólék utána, mint Isten asszonyomnak. Tehát a kegyes az az isteni pozícióban jelenik meg a versben. Egy másik példa, én szívem, lelkem, szerelmem, üdvözlégy én fejedelmem. Itt pedig ugye a hűbér úr pozíciójában fejedelemként látjuk megjelenni a hölgyet, a kegyest. Nézzük meg akkor, ez egy kérdés most, hogy az alábbi képek közül melyiknek a beállítása illik legjobban a Balassi verseiben található udvari költészetben megjelenő férfi-nő viszonyhoz. Tehát milyen pozícióból beszél a férfi a nőhöz. Igen, a Botticelli képnek a beállítása írja le legjobban azt, hogy mi az udvari szerelemnek a pozíciója, milyen pozícióból beszél a férfi a nőhöz. Ugye most ne nézzük azt, hogy ezek mögött milyen történet van, csak magát a beállítást vizsgáljuk. Tehát egy ilyen alávetett, alárendelt pozícióból beszél a férfi a nőhöz. A valóságban persze ez nem jelentett általában alávetettséget, valódi alávetettséget, de a szöveg szintjén ezt látjuk. Nézzünk most egy olyan példát, ami tulajdonképpen ennek az ideológiának az ellentéte, hiszen az udvari szerelem ideológia annak ellenére, hogy hatásait például a nőtiszteletben érezzük mind a mai napig, nem hatotta át a teljes középkort, vagy a reneszánszt, és a többi. Ez egy szűk elit hozzáállása, udvari viselkedés formája volt csak. Tehát nem ez volt az általános felfogás. Ennek az udvari szerelem ideológiának egyfajta ellentétét láthatjuk a korban igen népszerű, számos nyelvre lefordított Griseldis történetben. Ez a történet egyébként Boccaccio Decameronjának a záró novellája is, vagyis egy nagyon fontos helyen van a Decameronban. Ez a történet röviden arról szól, hogy a korabeli magyar fordítás szerint Voltaire király, Boccaccionál Gualtieri őrgróf, egy szegény nőt vesz el, Griseldist, Boccaccionál Griseldát. A férj válogatott lelki gyötrelmeknek veti alá a nőt, hogy próbára tegye, hogy az valóban szereti-e őt. Ezt a korban úgy interpretálták, mint Isten és a hívő viszonyának allegóriáját, Isten azért bocsátja ránk a szenvedéseket, hogy próbára tegye az iránta való szeretetünket. Ez tehát a teljes ellentéte az udvari szerelem ideológiának, ahol ugye az udvari szerelem ideológiában az imádott hölgyet, vagy ugye, ahogy mondtam a régi magyar kifejezéssel élve, a kegyest, találjuk meg az istenség pozíciójában, és az udvarló a hívő. Balassi költői neve, amely a Szép Magyar Komédia férfi hősének is a neve, a credulus, magyarul hívő. Nézzünk akkor egy kis verselemzést. Balassi legismertebb szerelmes éneke, mivel évtizedek óta szerepel a közoktatásban, a 39. ének, melyben azt mondja el, hogy hogyan köszöntötte Júliát, amikor találkoztak egy kapu közben. A vers tulajdonképpen a 38. ének folytatása, a megkomponált versgyűjtemény fikciós életrajza szerint.
ott azt mondja el a versben, hogy mit gondolt Credulus, amikor a kapu közben meglátta Júliát, itt pedig azt olvashatjuk, hogy hogyan köszöntötte, mit mondott hangosan. Olvassuk el a verset. 39. Hogy Júliára találja, így köszönne neki a török Gerekmez Dünya Sensis nótájára. E világ sem kell már nekem nálad nélkül szép szerelmem. Ki állasz most én mellettem, egészséggel édes lelkem. Én bús szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága, veled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis violám, éj sokáig szép Júliám. Feltámad a napon fénye, szemöldök fekete szénye, két szemem világos fénye, éj, éj, életem reménye. Szerelmedben meggyújt szívem, csak tégedet óhajt lelkem. Én szívem, lelkem, szerelmem, üdvözlégy én fejedelmem. Júliámra, hogy találék, örömömben így köszönék, térdet, fejet neki hajték, kinő csak elmosolyodék. A szövegben jelöltem azt, hogy alapvetően két részre oszlik a vers. Nézzük meg először, hogy mi a versnek a képlete. A8, 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 ez a rímképlet, tehát ugye jól láthatóan a strófák négy sorból állnak, a sorvégek rímelnek csak, ezért ugye a rímképlet A-A-A-A, a szótagszám pedig 8-8-8-8. A vers maga 6 strófából áll, 6 versszakból áll, jelöltem a színezéssel azt, hogy mi a két fő része. Az egyik, ugye ez a vers hosszabb része, az elsőtől az ötödik strófáig, az, ami elhangzott Credulus szájából a találkozás alkalmával, és a vége, az úgynevezett kolofón, az pedig ugye összefoglalja a vers szereztetésének a körülményeit. Itt ugye ez nem egy konkrét dátum, mint a régi magyar versekben nagyon sok esetben. Ugye itt megírja azt, hogy év, hónap, nap, helyszín. Itt nem ez történik, hanem azt mondja, hogy így köszöntem Júliámnak, amikor találkoztam vele. A vers tetőpontja az én szívem, lelkem, szerelmem, üdvözlégy én fejedelmem sorpár, ami egyúttal ennek az udvari szerelem ideológiának az abszolút megjelenése a szövegben, hiszen itt fejedelmének nevezi a nőt. Az utolsó két sorban is, ahol azt mondja, térdet, fejet neki hajték, kinő csak elmosolyodék, szintén ezt az udvari szerelem ideológiát figyelhetjük meg. Ugye a térd és a fő meghajtása, illetve az, hogy a nő hát visszafogottan fogadja ezt a köszöntést, hogy egy ilyen hosszú köszöntő szöveg elhangzik, ahelyett, hogy ugye jó napot kívánok, ő egy mosolyjal jutalmazza Creduluszt. Nézzük meg az én alakzatait a szövegben, tehát a birtokos személyjeles alakokat, illetve az egyes szám első személyű ige ragokat. Azt látjuk, hogy rengeteg ilyen én alakzatot találunk a szövegben, tehát mindegyik én, illetve hogy az enyém. Tehát mintha több fókusz esne Creduluszra, mint Júliára, de ellenőrizzük ezt, nézzük meg a te alakzatokat, tehát amikor a valóban a nőt szólítja meg, és nem úgy, mint az ő saját tulajdonát. Ugye ezek a rózsaszínnel jelzett részek, a te alakzatok, látható, hogy jóval kevesebb ilyen te alakzat van a szövegben, és ugye
vannak hát egyes szám harmadik személyű alakzatok is. Ugye az utolsó strófa az egyes szám harmadik személyben beszél Júliáról, hiszen az már nem része ennek a köszöntésnek. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk te hogyan interpretálod ezt a különbséget az én és a te alakzatok között a szövegben. Ha van kedved hozzá, akkor röviden írd le a kommentben. Mi viszont most gyorsan megnézzük a 42. éneket, amelyik egy, ahogy már említettem, ilyen rafinált, antikizáló történeten keresztül udvarol, tehát a bók köré egy történetet kerít. 42. Invenció poétika azt írja meg, mint veszett össze Júlia Cupidóval, azon nótára. Fáradtsága után nyugodni akarván, Cupidó fejét hajta Júlia ölébe, kit hogy ő vőn eszébe, kegyes, haragvék rajta, s nagy haraggal ottan kis Cupidót onnan öléből kitaszíta, s mondta, bujasággal, gerjedő lángoddal ne rutíts meg ölemet. Cupidó meg így szól, de te mit haragszol, mire üssz el engemet? Feleli Júlia, te hitvány marcona, nem tudod-e nevemet? Én vagyok Júlia, én szemem hatalma mindennek szívével bír, én megboldogítok, kit jó szemmel látok, kit gonosszal, hal, vesz, sír. Én szerelmem ellen e világon nincsen orvosság és hasznos ír. Cupidó tekintés, mihent megismeri, azonnal megfélemlék, mintha egy kígyóra szegény hágott volna a riada, elfutamék. Futtában csak mondta, megbocsáss, Júlia, nem akartommal véték. Szép Venus anyámnak téged alítálak, bíztomban csak úgy menék, te áldott öledben, mint anyám ölében, hogy fejem ott nyugodnék. Tetszél szemeimnek lenni, szép szülémnek, vétkem csak abból esék. Arról szólt át ez a szöveg, hogy Cupidó összekeveri Júliát Vénusszal, ugye a régi magyar kiejtés szerint Venusszal, Venussal, bocsánat, Venus, S. És ezért ugye az ő ölébe akarja lehajtani a fáradt fejét, Júlia viszont elkergeti. Az egyik lehetséges interpretációja ennek a szövegnek, hogy ugye azért is keverheti össze, mert Júlia olyan mesztelen, mint amilyen mesztelen a képeken Vénusz szokott lenni, illetve ugye hát egyértelműen, akár ruhában van, akár nincs ruhában, hogy olyan szép. Tehát tulajdonképpen az egész vers egy bók, hogy Júlia olyan szép, mint Vénusz, maga Vénusz, de nem ennyit mond, hogy szép vagy, mint Vénusz, hanem egy történetet mesél el. Maga a történet egyébként Angerianusztól származik, az egyik latin petrarchistától. Nézzük meg a rímelést. Ugye nem csak sorvégi rímeket találunk, hanem a sor belsejében is találunk rímeket, belső rímeket. Ha megszámoljuk a szótagszámokat, és láthatjuk, hogy ez egy balassi strófában írt ének. Ugye a balassi strófa képlete A6A6B7, C6C6B7, D6D6B7. Nézzünk még néhány nagyon rövid szöveget. Balassitól eredeti szerzői kéziratban ez a néhány versünk maradt fenn. Ezeket a szövegeket a különböző balassi kiadások nevezik valami új verseknek, vagy cím nélküli gyűjteménynek. Ha balassi kiadásban keresed ezeket a szövegeket, akkor ott találod meg. Nézzünk meg ezek közül néhányat. Az erdélyi asszony kezéről. Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen, csak áldott kezével, mint szép erekével, engem, mint kórt illessen. Legyek ferge rabja, bátor ne szolgálja, csak engem elnevessen. Ebben a szövegben találkozunk a rab és a szolga szembeállításával,
a szolga magasabb rangon áll ebben a szerelmi mitológiában, vagy szerelmi szóhasználatban, mint a rab, hiszen a szolga az fizetséget kap, tehát itt ugye már jelen lehet egy ilyen hűvérúri, vazallusi viszony a szerelmet illetően. Ugye a szöveg azt mondja, hogy az is elég, hogyha rabja ennek az erdélyi asszonynak. A ferge azt mondják, azt jelenti, hogy kerge, tehát ilyen őrült, szerelemtől megmámorosodott rabja. És van még a versben egy nagyon érdekes jelenség, ugye az áldott és a kéz, illetve a szép és az erekje valójában egy jelzőcsere, tehát az áldott az erekjének a jelzője általában, a szép az pedig a kéznek a jelzője. Ezt enallagénak hívjuk, az enallagé jelzőcsere. Ugye maga a vers szintén balassi strófánban van, és látjuk, hogy itt nótajelzéseket már nem találunk. Jó, nézzünk meg egy másikat, a Célia bánatjáról. Ezt megtaláljuk az egyik Célia versben is, az egyik Célia versnek egy önállóvá tett strófája, a Célia bánatjáról. Mint szép lilium szál, ha félbemetszve áll, fejét földhöz bocsátja, Célia szép feje úgy áll lefüggesztve, mert vagyon nagy bánatja, drága látos könnye hull, mint gyöngy görögve, vagy mint tavasz harmatja. Ez a vers maga végig egy hasonlat, nem egy, hanem ugye több, folyamatosan jönnek a hasonlatok a szövegben. Ugye Céliát a lilium szálhoz, a félbe metszett, tehát nem húszában, hanem keresztben, tehát a levágott vázába tett liliomszához hasonlítja, hogy ugye így néz ki, amikor bánatja volt, és az elemző kiemelik az utolsó sornak az ő hangjait, amik ugye a hangulat festésnek az elemei jól mutatják ezt a gördülést, ahogy ugye pereg a szeméből a könyv, ahogy legördülnek, mint gyöngy szemek, a könycseppek. És nézzük meg az utolsót, a Fulviáról szóló versét. Lett tovább Júliát, lett inkább Céliát ez ideig szerettem, attól keservesen, ettől szerelmesen, vígan már búcsút vettem. Most Fulvia éget, kér bennem véget, mert tüzén meggerjedtem. Ebben a versben ugye három kegyest sorol fel, akikhez szerelmes verseket írt. Júliát nevezi meg úgy, hogy ő hozzáírt legtovább ilyen verseket. Célia volt, ahol a leghevesebb szerelemmel szeretett, és Fulvia pedig a jelenben szeretett kegyes. Júlia, Célia és Fulvia, tehát a három múzsa. Ugye ma talán a Júlia néven nem annyira látszik, de abban a korban a Júlia név egy abszolút újítás volt. Nem volt egy elterjedt név Magyarországon ebben az időben. Ugye ma is látszik a Célia és a Fulvia neveken, hogy ezek ilyen irodalmi nevek, álnevek, amiken megnevezi a nőket a versben. Tehát ezek olyan nevek, amiket ő ad a múzsának. Ezeket a neveket is egyébként ezektől a neolatin költőktől veszi át. És Balassi az, aki aztán a Júlia nevet elterjeszti Magyarországon, az ő verseinek a hatására lesz ez nagyon népszerű. A Júlia névnek a jelentése nagyon érdekes, ugye ez Julius Cézár, hát tulajdonképpen családnevének a női változata, a Júlia. És eredetileg valószínűleg Jupiterre magára megy vissza, tehát a jelentése olyasmi, hogy hát ilyen fenséges, ha ezt akarjuk, hogy hát ilyen Jupiteré van. A
a Júlia név. A Célia az égi nőt jelent, ugye Cœlum az égbolt latinul. A Fulvia pedig hát esetleg utalhat a nőnek a hajszínére, hogy talán egy ilyen vöröses hajú nő lehetett az illető, de ugye hát nem feltétlenül. Nézzük meg akkor, hogy mit mond ezekről a nőkről, ugye ez egy komparáció, összehasonlítás, összehasonlítja a nők iránt érzett szerelmét egymással, tehát nem a nőket hasonlítja össze, hanem a saját szerelmét, amit ezek iránt a nők iránt érzett. Letovább Júlián, tehát a leghosszabb ideig, és keservesen vett tőle búcsút, lett inkább Céliát, és szerelmesen vígan vett tőle búcsút. Ugye a búcsúvétel mindkettőre vonatkozik. Fulviáról pedig ugye azt mondja, hogy most ő ígeti, ki ér bennem véget, mert tüzén meggerjedtem. Nézzük meg az utóéletét. Ugye a versei, a szerelmes versei a Balassa kódexben maradtak fenn, ez egy 17. századi másolata az ő megkomponált versgyűjteményének. Nagyon fontos, ahogy már többször is elmondtam, hogy ez az első lírai verses kötet magyar nyelven, Balassinak a szerelmi verseinek a gyűjteménye. Fontos, hogy ez egy gyakorlati költészet volt, tehát verseinek az átkalapágatott változatával udvarolták, ugye aktualizálták, kicserélték benne a nőnevét, és a többi. Szerelmes versei kéziratban terjedtek, egyébként maga Zrínyi Miklós is ismerte őket, és az ő versei honosították meg, és tették népszerűvé a Júlia és a Julianna nevet. Egy gyors összefoglalás. Tök. Mindegyik kifejezésről tudsz valamit mondani? Mindegyik fogalmat meg tudod magyarázni? Gyakorlati célú felhasználás, Júlia, Julianna név, latin petrarkisták, török minták, verses fikciós szerelmi életrajz, antikizáló reneszánsz képek, credulus hívő, Júlia fenséges, Célia az égi, versteni újítás, Balassi strófa, énekversből szövegvers, szerelmes versei kéziratban terjedtek, magyar epigramma, hiszen ezeket a verseket már, például ezt a Fulviáról szóló verset tulajdonképpen epigrammaként is interpretálhatjuk. Rövid, tömör csattanóra végződik. Igaz, hogy nem disztihomban van írva, de ez egy magyar epigramma. Balassi versei udvarló, egyes szám második személyű, vagy pedig leíró, elbeszélő, egyes szám harmadik személyű versek. Ezek az egyes szám harmadik személyű szerelmes versek is udvarló versek. A verseiben jelen van az udvari szerelem ideológia, múzsái pedig a kegyesek. Tudsz ezekről a fogalmakról egy gondolattérképet rajzolni? Ha tudsz, akkor sikeresen fogod venni a vizsgát, ha a Balassi tételt húzod. Egy nagyon gyors összefoglalás tehát Balassi szerelmi költészetéről. Ugye az európai irodalomhoz tartozik a költészete, azon belül a régi magyarországi irodalomhoz, azon belül 16. századi magyar irodalom, magyar nyelvű irodalom, hiszen ugye a régi magyar irodalomban például latinul nagyon sok művet írtak, gondoljunk ugye Janus Pannoniusra, reneszánsz irodalom az ő költészete, lírai költészet, és az ő munkája az első lírai verses kötet magyar nyelven. Udvari szerelem ideológia van jelen a szerelmes verseiben, antikizáló reneszánsz képeket találunk. Udvarló egyes szám második személyű, illetve udvarló, de leíró, elbeszélő egyes szám harmadik személyű verseket. Múzsái a kegyesek. A
tehát több versét is írta más nőkhöz, de a három legfontosabb, Júlia, a Szép magyar komédia hősnőjének is ez a neve. Célia a következő. Ugye mind Júliához, mind Céliához több verset is írt, illetve Fulvia is egy olyan, akit a fontosabbak közt tarthatunk számon. Igaz, hogy őt csak ebben az egy rövid epigrammájával említi. Verses fikciós szerelmi életrajz, ez a lírai verses kötet. A főhős Credulus a hívő, és Júlia a felséges, illetve valószínűleg ugye ennek a gyűjteménynek a végén állnak a Célia versek is, tehát nem ciklusokban gondolkodott Palasi, hanem egy megkomponált verses kötetben. És Célia ugye az égénőnek a megfelelője. Köszönöm szépen a figyelmet! Ha tetszett a videó, akkor lájkold, kérlek, valamint írd meg kommentben, hogy mi legyen a következő olyan szöveg, mű, szerző, korszak, amit feldolgozzak. Remélem, hogy hasznos volt ez az összefoglalás, és talán sikerült a szokásosnál érdekesebbé is tenni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!